Sztárok, hősök, csillagok. Itt a Korda Filmparkban mutatjuk be önöknek a magyar dzsúdósport csillagait. A Magyar Dzsúdó Szövetség az Európa-bajnokság után mutatta be az olimpiai indulókat. A Hajime Dzsúdó magazin mind a 8 olimpikont és edzőiket is meghívta az egyeki Korda filmstúdióba és filmparkba. 4 londoni olimpikon, egy elhagyatott New Yorki utcában, egy barcelonai olimpiai bajnokkal szemben. 4 elszánt dzsúdós, akik mindent megtesznek azért, hogy maguk is legendává váljanak. Magazinunk második olimpiai számában a Korda filmstúdió látványos díszleteiben forgattunk, és beszélgettünk arról, hogy mit lehet tanulni egy olimpián az olimpiáról. Ez is csak egy verseny, illetve belefér egy kis strandolás a felkészülésbe. Magyarország leghíresebb büféjében Csoki, azaz Csoknyai László és Lali, na jó, nem, ő nem Lali, hanem Bor Barna. A paksi Batman és Robin elfoglalták az üvegtigrist. Laci a pult mögül kínálja Barnát, ahogy ez köztük megszokott, hiszen közös étkezéseik során is inkább Barna vállalja Laci adagjának nagy részét. Tehát mondhatnánk azt is, hogy mint Stan és Pan, vagy Batman és Robin. Tényleg. De azt gondolom, hogy igen. Mind a ketten olyan lelkisek vagyunk, olyan lelki támaszt nyújtunk egymásnak a nehezebb napokban, amikor már például most kint voltunk 16 napot Bulgáriába, akkor az embernek eljön az a pont, amikor holdpontra érkezett, és úgy érzi, hogy már nincs tovább, és akkor egy kisebb apróságokkal azért oda tudunk mondani olyan dolgokat, amitől vidámabb lesz az ember, és egyből kedvet kap. Tehát én azt gondolom, nagyon jól kiegészítjük egymást ebben. Azért a pekingi olimpia az egy olyan olimpia volt, ami igazából technikailag, meg rendezésileg is hatalmas volt, és el volt, ami nézelődtem, hogy úristen, micsoda épületek, micsoda rendezés, és akkor ennyi volt számomra az olimpia. Tehát mi a Barnával azt tudni, hogy csapattársak is vagyunk, és nagyon jó barátok is egyben, úgyhogy amikor, tehát már így évközben is beszéltük, hogy mondta nekem a Barnus, hogy mit csináljak, hogy csináljam, hogyha kijutok, és most, hogy kijutottam, így ne ijedjek meg a lehetőségtől, hanem ott legyek, örüljek neki, hogy ott vagyok, de a verseny legyen a fontos. Egyértelmű, hogy a habitus az, hogy a Barnus ne például az étkezés, az nagyon fontos. Ha bárhova megérkezünk, az első kérdés, hogy de még elérjük a vacsorát, az ebédet, a reggelit, és ebben a sorrendben. Tehát önálló azért a maga a tábori élet, meg a kiutazásnál ez abszolút nem jelent problémát, hogy ő nyugodtan látogathatja az éttermet. A Lacinál azért súly probléma van, tehát ott azért azt meg kell figyelni, de ő is az utóbbi, már mostani edzőtábor alatt is azért önkontroll gyakorolt, tehát azért nem tartozik azok közé, a versenyzők közé, akik esetleg bátrabban eleresztik a súlyukat. Így habitusban jó el vannak együtt. Kicsit a Barnát lehet mondani, hogy ő a pörgősebb, nehéz súlyúak közé tartozik, a Lacika meg egy kicsit a lassabb 81 kilósokhoz, úgyhogy majdnem egy habitus. Tudom azt, hogy megfelelő kezekben vagyok. Tudom azt, hogy Laci bácsi nagyon ért a dolgokhoz, mert nem a első olimpiára jár a készül, és nem is a másodikra. Úgyhogy én mindenféleképpen megfordulom a tanácsát, és amit kell, és azt mondja, hogy mászol fel az olimpos tetejére, akkor oda is felmászol. Nem szoktam azért nagyon a sportolókat így bátyolgatni, tehát megoldja azt az élet. Tudomásul kell venni, hogy nem csak ebben a sportban, minden sportban azért a munka az a alap dolog. Tehát, hogyha az ember nem végzi el a megfelelő munkát, akkor nincs miben hinni. Hogyha az ember dolgozik, és sokat dolgozik, és tudja azt, hogy ennyit, amennyit mit csinálunk, vagy akár még más klubba, ennyit nem lehet csinálni, akkor az embernek ad egy olyan önbizalmat, hogy oda megy a szőnyegre, és tudja azt, hogy lesöpri az ember.
Hát aki élsportoló akar lenni, annak igenis meg kell csinálnia és el kell végeznie ezt a munkát. Akin Laci bácsi azt érzi, hogy meg is teszi ezt a munkát és meg is csinálja, azért ő mindent megtesz. A legrosszabb az olimpiai előtti időszakban, ami majd most még nem jelentkezik, hanem inkább az a utolsó 4 hét, amikor azért tudja az ember, hogy még ahhoz túl messze vagyunk, hogy ne dolgozzunk, de ugyanakkor már nagyon tartanak a versenyzők a sérüléstől, és kerülgetik egymást, és óhatatlanul mindenkibe az van, hogy mennyit dolgoztam én ezért, és hogyha itt most véletlen megsérülök, vagy beteg leszek, vagy valami, akkor hogy áll? Hát ezt valahol normálisnak kell venni, de azért nehéz kezelni. Tehát ott azért az emberek, az edzők ilyenkor egy kicsit elhullatják a hajukat, akinek van, és akinek sok van, az meg lehet, hogy beleőszül egy picit. Egyre kevesebb az idő a felkészülés, és egyre fontosabb a formai időzítés is. De én azt gondolom, hogy mindent el fogok annak érdekében követni, hogy az adott pillanatra a legjobb formában legyek. Nem csak azért, mert ez a munkám is ez a kötelességem, hanem mert reggel felkelek, és érzem magamban az erőt, és tudom, hogy ezt kell csinálnom. Tehát pillanatra se fordult meg az a fejembe, hogy most valami mást csináljak, úgy ez a dolgom, és ezzel is szeretnék foglalkozni. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Egyedül ül egyelőre a magyar olimpiai bajnoki trónon, de már nagyon magányos és régóta várja a társakat maga mellé. Kovács Antal szeretné megosztani tapasztalatait és tanácsait a 8 olimpikonnal, mert nagyon fontosnak tartja, hogy ők is sikeresen szerepeljenek. Arra a kérdésünkre, hogy mit javasol az itthoniaknak, mit tegyenek a versenyzőkért, csak ennyit válaszolt, szeressék őket. Akkor is, ha jól sikerül a szereplésük, és akkor is, ha nem. Ez a szép eredmény, ami a létszámot illeti és az esélyeket, ez a magyar judó eredménye. Itt nagyon mindenkinek nagyon jó edzője van. Van egy jó szellem, ami uralkodik elég régóta. Szerencsére jó elnökünk van, aki a tanulást és a sportot igyekszik egyformán támogatni. Most egy olyan társaság van, aki mindenki tanul, sportol mellette, rendes emberek, jó közösség. Azt gondolom, mindez együtt segített. Minden sportolónál, amikor nő a tét és közeledik a helyzet, akkor eljön, amikor valaki fél. Azt szokták mondani, hogy a csatában is vannak bátor emberek, de aki nem fél, az hülye már, bocsánat. Tehát itt azért nem kis dolgokról van szó. Tudni kell, hogy jön ez az érzés, és tudni kell kezelni, hogy aztán ezt átforduljunk abba az érzésbe, hogy nem megérdek a lehetőségtől, hanem inkább felpaprikáz az, hogy a lehetőség, hogy itt vagyok és küzdjek. Hát itt mindenki, az egész ország olimpia lázába fog égni. Minden erről szól. És az, hogy valaki magyar csapat tagjaként, magyar címerrel fölmet az olimpián, ott azt lehetőségként kell virtusból megélni és küzdeni azért, hogy minél jobb legyen. Nekem mindig ott volt a Laci bá, kinéztem, és hát, de a többieknek. Ezért nagyon fontos, hogy mindenkinek a saját edzője legyen ott, aki a szem villanásából érti a versenyzőt. Emlékszem az olimpiai döntőbe, amikor az angol elkezdett fáradni, és így kinéztem Laci bácsira, mert éreztem, hogy fáros mutat. Kész. Emlékszem, és ettől úgy megerősödtem, hogy utána összevertem az angolt. Egy pillantás, sokat nem értettünk egymást, mert nagyon nagy zsivaj volt, de egy pillantás elég volt ahhoz, hogy tudta, hogy én mit érzek, hogy megéreztem, hogy van valami keresnivaló, és erről ráesett, és akkor ez elég volt. Ugyanígy tudom, hogy látom akár a Páncél Gabit, amikor egy-egy mozdulatot bemutat, vagy egy ilyet csinál, és ebből
a többi 6 milliárd ember nem tudja, de az Abi tudja, hogy mi a dolga. Ez működik, és ezért van az, hogy ott a gyerek vagy a versenyző nem magányos. Mészáros Anett már megjárta Pekinget, Európa-bajnoki címet szerzett, két alkalommal volt már világbajnoki második helyezett, és sorolhatnánk még az eredményeket. De mindez vajon minek köszönhető? Annak, hogy nő létére fiúkkal edz, vagy legendásan kemény és kegyetlen küzdeni tudásának, és vajon mennyit tud ebből majd Londonban mozgósítani? Azért 4 év eltelt, az ember másképp készül rá, most már tudom, hogy mire számíthatok. Talán az a korral jár, hogy az ember egy kicsit komolyabb, aztán annyira nem lesz bohém, mint hogy úristen, 5 karika itt, 5 karika ott. Hát most már legalább nagyobb célokkal tudok kimenni, úgyhogy már nagyon várom. Az első olimpiát ugye azt, mint minden első nagy dolgot az ember, azt nagyon várja, nagyon kíváncsi, és nagy lelkesedéssel veti bele magát az egész olimpiai mizériába. Itt a második olimpiánál én ezt nem érzem annyira, tehát különösebben nem érdekel. Én egy versenynek tekintem. Kimegyek és hazajövök, én megpróbáltam a legrövidebbre szabni a kintlétet. Egyfajtában fölváltjuk egymást, amikor én vagyok mély ponton, akkor ő vált fel engem. Esetleg, hogyha ő van, általában az kevesebb időszakokban szokott lenni, akkor meg viszont nekem kell odalépni, és akkor mondjuk, hogy gyerünk hajrát. Előttünk van még 1-2 verseny, és utána rájön, hogy na jó, persze igazad van, de mi lesz? Tehát olyan nagyon szeret izgulni, általában felváltjuk ebbe egymást, mondjuk meccs előtt ő nem izgul, meccs előtt én izgulok. A tudásom legjavát nyújtva megpróbálom főkészíteni az Anettet. Azt gondolom, hogy pont ezzel a hozzáállással, hogy nem idegeskedem túl a kérdést, valószínűleg ezt ő is látja, ezzel sikerül valamiest levenni róla a terhet. Minden edzésre, illetve mikro- és makrociklusokra megírom a programokat, és próbálok azok mentén haladni. Nyilvánvaló a pillanatnyi körülmények azok felrúghatják, de egy vezérfonalat azért mindig meghatározok, és a mentén haladunk, és ez így van most is. Ez a 3 hónap azért az, mert tényleg ki lehet mondani, ez egy kb. 10-12 hét, de hát megpróbáljuk stresszmentesen, feloldottan végigvinni. Az Anettnak viszonylag kevés verseny elég ahhoz, hogy csúcsformába kerüljön. Mindenképpen megpróbálok kikapcsolni edzés után, tehát nekem úgy van, hogyha én bemegyek esetleg edzésre, akkor csak az edzés, illetve eljövök, akkor már nem az olimpiával foglalkozni. Ezt megpróbáltam már Peking előtt is, de akkor még nem ment. Van verseny az olimpiáig, van edzőtábor az olimpiáig, tehát a speciális munkát azt bele tudom rakni, és őt ismerve ez nála elég is lehet. Hogyha esetleg egy érem összejönne, hát általában olyankor mindenki megtalálja az embert. A média nagyon szereti ilyenkor körben rajongani az érmeseket. Hát remélem, hogy engem el fognak kapni, mert hála Istennek akkor érembe fogok hazaérni, ez azt fogja jelenteni. De utána egy hosszabb pihenőre mindenféleképpen számítok, úgy gondolom, hogy Peti is egy kicsit elbújik. Dr. Tóth László, elnök úr, Tóth Laci, de leginkább Laci. Nem csak az iroda falai között tölti be szerepét, ha kell, maga is judogit húz és beáll edzeni, hiszen ahogy ő mondja, egy judós a tatamin érzi a legjobban magát. Egy komoly szemináriumon vettem részt az Európai Judo Szövetség olimpiát megelőző bírói szemináriumán, ahol az edzők is részt vehettek egy kisebb részben, és hát ott is már elkezdődött a komoly esélylatolgatása fehér asztal mellett, hogy melyik ország, hogy, mint, miképp, mi a várományos, és hát ez nagyon jó, hogy
ebbe a legfőbb döntéshozók is megegyeztek, hogy azért Magyarországnak egy olyan szupererős csapata van, amiből érmek kell, hogy kijöjjenek az olimpiai játékokon. Amit én úgy gondolok, hogy nagyon jól csináltunk azt, hogy hagytuk az embereket dolgozni. Tehát itt ez nem egy egyszemélyes történet ez a judo csapat, és én mindig hangsúlyozom, hogy csapatról van szó, és én csapatjátékos vagyok. A sors azt adta most, hogy én vezethetem ezt a csapatot. Az én feladatom volt abba az irányba terelni mindenkit, hogy pozitív legyen egyrészt a hozzáállásuk, másrészt pedig abba a pozitív irányba induljunk el, amiben egyébként pedig én kérlelhetetlen voltam és vagyok, amit én úgy látok, ami a sikerhez vezető egyetlen ösvény vagy egyetlen út. Annak idején, amikor én még versenyző voltam, nálam egy komoly hátrány volt, hogy egyetemre jártam, és hogy nappal is voltam. Emiatt mondhatom azt, hogy komoly megkülönböztetésbe is részesültem, mert nem kaptam meg azokat a lehetőségeket arra hivatkozva, hogy te úgyse fogsz tudni eljönni erre a versenyre, edzőtáborra, egyebekre, mert neked vizsgázni kell. A gyerekek valóban egyrészt az okosságuk és a szellemi felkészültségük alapján szinte valamennyien egyetemre járnak, főiskolára, van, aki már a második diplomájára készül, tehát ez nekem egy óriási elégtétel, hogy ebben is tudtunk váltani, és én úgy gondolom, hogy ez is egy kicsit együtt jár azzal, hogy emelkedett a sportágnak a színvonala. Érmeket várunk, nem egyet, több érmet, és abban lehetőség szerint legyen aranyérem. Ez bele van abba a téve, amit a sors elé nekünk elő kell tervezni, azért nem is kell nevesíteni a dolgokat, de én ebbe hiszek, hogy ez most össze kell, hogy jöjjön. Dolgoztunk érte annyit, és ezt most megérdemelnénk. Az egyetemi vizsgák segítenek kikapcsolódni a diákoknak? Jó, Abigail szerint igen. Olimpiára készül, mégsem halasztott, hogy a vizsgaidőszakban egy kicsit tudjon lazítani. Az életvidám versenyző 4 nappal azután ünnepli születésnapját, hogy szőnyegre lép Londonban. Ezt a neves napot azonban bevallása szerint semmi sem ronthatja el. Hát még a vizsgaidőszak csak most fog kezdődni, mert tegnap is írtam egy Z6-t, ami remélem sikerül, és akkor 2 vagy 3 vizsgám lesz. Hogy építőmérnöknek tanul. Ez egy elég komoly és felelősségteljes szakma szerintem. Az Abigail érdeklődési körét nagyjából le is fedi kreativitásban és lehetőségekben a távlatokban. Az élet összes területén kreatív amúgy, a judóban nem, az ő elképzelése szerint. Én azt gondolom, hogy a judóban is tudna kreatív lenni, és tudna egészen más megoldásokban is gondolkozni, ha az élet rákényszeríteni, de az anatómiai adottságai miatt úgy néz ki, hogy egy relatíve szűk technikai repertoár, a hangsúlyozom, hogy relatív szűk, tehát azért ez egy jó pár technikával áll, az elég neki ahhoz, hogy érvényesüljön. Az edzés, a munka szerintem ugyanaz lesz, szóval így nem hiszem, hogy meglepetés ér meg. Hát eddig is ennyit edzettem, hogy annál többet nem tudok, szóval. Én azt terveztem, hogy az Európa-bajnokságra fizikálisan, mentálisan tökéletes állapotban lesz. Ezt az eredmény úgy mutatja, hogy talán sikerült. Én azt hiszem, hogy nem tud minket megzavarni már semmi. Én bízom benne, hogy Gábor majd ugyanazt a munkát végezteti el velem, meg mindent ugyanúgy csinál, mint EB előtt, mert akkor nagyon jól ébredtem meg előtte, és jól éreztem magam. Kipihent voltam, jó formában is voltam, szóval valami hasonlót kell majd csinálni. Ez is egy verseny, nem az életünk függ tőle. Ugyanis nagyon sokan így élik meg, és emiatt megremegnek. Tehát az utolsó pillanatban akkora terhet húznak magukra,
hogy az egész addigi 4 éves, vagy az előtte több 10 éves, vagy 10 éves, 15 éves, kinek mennyi befektetett munkája semmibe vész. Az olimpia körül elég nagy felhajtás van, de úgy próbálom elfelejteni a hétköznapokban, hogy ez mégiscsak ugyanolyan verseny lesz, ugyanazokkal az emberekkel fogok találkozni, akikkel már évek óta versenyzek együtt, szóval próbálom úgy gondolni, hogy ez ugyanolyan lesz. Ha elkapja azt a fonalat, amiben bízunk, akkor azt hiszem, hogy kevesen tudnak majd megállt parancsolni neki. Ilyen kis kikapcsolódás gyanánt azt mondta, hogy megyünk végbordozni, meg falmászni, meg ilyen kis laza sportokat, hogy kicsit elfelejtsem a judót, és ki legyek éhezve az olimpiára. Akkor kapok erőt, és akkor nem érzem hiába valónak a munkámat, amikor látom rajta, hogy felszabadultan tud edzeni. Hát tudom, hogy szurkolnak nekem, aki meg nem mondja, talán arról is tudom meg, hogy majd örülni fognak, ha jól sikerül, és szomorúak lesznek, ha nem sikerül jól, szóval ez nekem bőven elég. Mindenkit megismerhetek az olimpiai csapatból. Szurkolják nekik Londonban. Viszontlátásra! Hajrá, magyarok!